Idén, április 4-én kezdődik a Paksi Művészeti Fesztivál, amit 6 évvel ezelőtt a Kulturális Központ és a ProArtis Művészeti Iskola indított el. A rendezvény sorozat programét a piac téren és a hivatal előtt népszerűsítették, amiken az érdeklődők egy totó kitöltésével színház és zenei műsorra nyerhettek belépőjegyeket. A Kulturális Központ alapfeladata a kulturális szolgáltatások nyújtása. Ez egy kivételes lehetőség Pakson, hogy most már művészeti fesztiválok is zajlanak évek óta. És miután nyilvánvalóvá vált, hogy a kultúra szerepét egy kicsit meg kell erősíteni, nem csak a városon, hanem országhatáron belül is. Telledit hozzátette, ezért is gondoltuk, hogy most több helyszínen is felhívjuk az emberek figyelmét a fesztivál program kínálatára, amit úgy állítottunk össze, hogy minden korosztály sikerüljön megszólítanunk. Az ifjúságot is próbálják bevonni, ezért is lesz többek között színházi nevelés és rendhagyó irodalomóra sok más esemény mellett. Jövő pénteken egy erdélyi házas párnak lesz kiállítás megnyitója a Csengei Dénes Kulturális Központban. Ezután a Hess Gébert Ulbert projektje lesz, egy koncertklub, ami egy rendhagyó kezdeményezés, hiszen nagyon neves zenészeket hívnak meg a városunkban. Amit még talán ki tudnánk emelni, a záró, majdnem a záró programja a fesztiválnak, a Kövek a zsebben című előadás, ami Rudolf Péter és Kállói Molnár Péternek egy nagyon nagy sikerű darabja. A fesztivál programfüzete a város kulturális és oktatási intézményeiben megtalálható, illetve a Csengei honlapján meg is tekinthető. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható, amelyik pedig nem, azokat külön jelölték a programfüzetben.